most a kastélyt, meg az Orlandót egyszer. Én nagyon szeretek dolgozni, vagyis írni. Ezt nagyon meg sorozatokat nézek nyilván, tehát azt mindenki néz. Szóval van ez az elmélet, hogy a sorozat az új nagy regény. Én mindig úgy nézek sorozatot, hogy ez nekem eszembe jutott volna, vagy nem. Tehát, hogy én meg tudnék írni ilyen fordulatos dolgokat, vagy nem tudnék kitalálni ilyesmit. Tehát szeretem megtalálni azt, amikor azt tudom mondani, hogy hát, ilyet én is tudok, de milyen jó. Az az öröm, amikor megcsináltam mondjuk vagy egy napi penzumot. Jó, nincs konkrét penzumom, de mondjuk, ha valamit a tennivaló listámról kipipálhatok, az nagyon jó érzés. Én egy csomó ideig gondoltam, hogy akadémiai pályára megyek, tehát hogy mondjuk Oxfordba akarok járni, és akkor ez milyen nagyon jó lesz. Nagyon hamar rájöttem, hogy most ha ez így megy, tehát van a slam, tudok, meg végig tudok írni egy regényt, ami azért nagy vízválasztó volt nekem, tehát én nem gondoltam, hogy meg tudok írni egy teljes regényt. Így most azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezzel most így el vagyok még egy pár évig biztos, aztán meg majd kitalálom. Én úgy gondolom, hogy ez a könyv, az én még sosem, az egy annyira egy ilyen lenyomata valaminek. Tehát hogy az, hogy én gimnazista voltam, vagy nagyon frissen érettségizett gimnazista voltam, és úgy írtam meg azt, ami ott velem történt, vagy hát velem, szóval a szereplőimmel ugye, nyilván. Szóval az szerintem az valahogy olyan reálissá teszi azt, hogy ezt nekem ne kelljen szégyelnem. Vagyis nyilván most máshogy írnám meg, persze nyilván nagyon sokat olvastam azóta, tudok többet a világról, tanultam, láttam dolgokat, teljesen máshogy írnám most meg, de nem gondolom, hogy meg kéne azt változtatni valaha, mert hogy ez az úgy ott akkor a helyén volt szerintem. 17 voltam, amikor belekerültem, és most vagyok 22, eltelt 4-5 év, és kicsit azt érzem, hogy így bele veteránultam. Mondjuk, ha van egy havi klub, arra mondjuk nem nevezek be, mert egyszerűen nincs erőm szöveget írni, meg azt gondolom, hogy jött a fiatalabb generáció. Sokkal jobban meg tudják ők újítani. Tehát én már annyiszor megújítottam, ezt most már újítsa meg egy kicsit más is. Tehát ezt söpökenőségből mondom, esküszöm, csak hogy az, hogy a slamben az a szép, hogy az ember új formákat találjon, meg kitaláljon olyan sémákat gyakorlatilag, amiben utána bele tudnak töltődni a többiek által írt szövegek. Én nem tartom magamat azért akkora hírességnek, hogy zavarjon a nyilvánosság, tehát nekem azért az, hogy még odajön valaki és azt mondja, hogy fú, gratulálok, nem tudom, nagyon jó volt ez meg az, amit láttam tőled, tudom én. Hát ez nekem még megmelengeti a szívemet nagyon, tehát ez nagyon jól tud esni. Amikor az én még sosem megjelent, akkor igen, nagyon sokan írtak rám. Nagyon fontos volt és nagyon jó érzés, és még máig nagyon, nagyon meg tudhatni, hogyha valaki azt mondja, hogy egy éjszaka alatt olvasta el, és hogy milyen sokat segített, vagy hogy ez meg az idézet, az milyen nagy hatása volt rám. Amikor rájöttem, mi az a hashtag, akkor beírtam így apukám nevét, a nővérem nevét, meg a sajátomat is, meg most már anyukámét is beszoktam néha, hogy rákeressek, hogy van-e ilyen hashtag. És akkor mindig nagyon meg tudok hatódni, akkor is, hogyha apát találok, vagy Lilit találok, vagy az Ágit, és ezért csinálja az ember, nem? Tehát azért, hogy eljusson, és megértsék. És hogy legyen valami közös, amit értünk a világból az olvasókkal. Szívesen nevetnék, de sajnos még mindig össze van törve a szívem. És mostantól ne feledd, minden kötelező olvasmány mögött ott a könyves polc. És a legrosszabb, igazából nem a legrosszabb, hanem az egyetlen, ami meg tud mozgatni bennem valamit, az igazából a legjobb. Meg aztán beszélgetni se akartam, mégis végig pofáztam az éjszakát nyilván. Úgy éreztem, hogy tartozom annyival most a saját önértékelésemnek, hogy
hogy leígyam magam és hülye dolgokat csináljak azért, mert hogy össze van törve a szívem. Szarembernek érzem magam, amiért élvezem a helyzetet, de nem is élvezem igazából. Gyorsan átöltöztem, de mielőtt kiléptem volna a folyósóra, visszamentem és még 6-szor átöltöztem. De mivel nem hallottam, hogy bárki is válaszolt volna, kénytelen voltam magammal beszélgetni tovább. Remélem, hogy az anyukám én nincs köztük. Nem, tényleg? Igen. Hát akkor a középső mondjuk lehetne a szerelemre castingolva. Az a saját könyvet. Mi, tényleg? Igen.